Sziasztok! Ennek a mai rövid kis videónak a témája, ez a szivargyújtó töltő lesz, amit autóba tudunk behelyezni, és az a különlegessége, majd mindjárt meg is mutatom, hogy a 12 voltos akkumulátorunk feszültségét is ki tudja jelezni, így egy folyamatos visszajelzést kapunk arról, hogy éppen hogy is jár a kis akkumulátor feszültség szintje. Ha ez állandóan be van dugva, ráadjátok az autóra csak a gyújtást, akkor már látjátok, hogy beszabad-e indítanotok, vagy nem szabad beindítani az autót, illetve útközben is láthatjátok, hogy milyen feszültségen tölti az autót, tehát nagyon-nagyon sok hasznos dolgot meg tudunk ebből az információból, főleg ilyenkor téli időszakban azt gondolom, hogy ez sokat számít. Itt van ez a fejlámpa, aminek a töltőjét majd rácsatlakoztatjuk erre, és legalább meg tudom mutatni, hogy hogyan is világít töltés közben, és amikor készen van az akkumulátor töltése, akkor átvált pirosról kék színre. Na, úgyhogy nézzük is meg, hogy mit tartalmaz ez a doboz. Az látszik már a képen is, hogy van egy USB-C töltőnk, és kettő darab USB csatlakozónk, hagyományos módon. És ez egy gray, az a szürke színű ilyen szivargyújtó csatlakozó, szintén amit látunk rajta, hogy az a power, és láthatjuk rajta a különböző adatokat, hogy mit is tud ez a készülék. Tehát DC 5 voltot tud, 2,4 ampert. Tud 9 voltot, 22 amper, és 12 volt, másfél amper. Érdekes, hogy többféle feszültséget is feltüntettek rajta, és ugye attól függően, hogy milyen voltot teszünk rá, milyen feszültségen annyi a megengedett áramerőség, tehát 2,4 amper, azért az elég izmos. És 20 wattos itt a töltőfejnél az USB-C, úgyhogy ki is próbáljuk. Sajnos a konában, abban olyan helyen van a töltő csatlakozó egy konzol alatt, hogy ott nem lehet látni egyáltalán. Így úgy döntöttem, hogy egy powerbankkal fogjuk kipróbálni. Méghozzá úgy, hogy akkor itt az asztalon meg tudom mutatni nektek, hogy hogyan is működik. Íme itt is van a kis powerbankunk, ezt bekapcsolom. Be kell kapcsolnunk a DC oldalt, és akkor bele is dugom ezt. Elfordítjuk. És nem tudom mennyire látszik, de mutatja a feszültséget, tehát 13,1 volt. És most pedig tölteni fogjuk róla ezt a fejlámpát. A fejlámpa töltő csatlakozója az ilyen trükkös módon itt található. Ezt el kell így csavarnunk. Itt van egy pici LED, ami majd pirosan világít, hogyha tölt. Kéken világít, ha már feltöltődött. És akkor nézzük is meg, hogy amikor rádugom, akkor mennyire fog lecsökkenni a feszültség. Sem ennyire. 13,1 volt maradt, és jól látszik, hogy pirosan világít, tehát tölti az akkumulátor benne. Ugye ebben egy 3,7 voltos lítium-ion cella található, és ezt tudja tölteni. 20 watttal azért elég jól lehet tölteni már a telefonokat is, általában ilyen 30-35 watt az már egy ultra gyors töltésnek számít. Maga a készülék azt írja, hogy 1 wattot vesz föl ennek a töltése, úgyhogy azt gondolom, hogy egy minimális szint. Párhuzamosan is lehet használni ezeket, tehát akár egyszerre két USB-ről is lehet tölteni. Nekem ez fontos. De vegyük is le róla ezt a kis védőburkolatot. Nekem az elektromos autóban nagyon jó információ, hogy látom a feszültségszintet. Tehát ott is nagyon fontos, hogy ha be akarjuk indítani és nem indul az autó, akkor rögtön látjuk, hogy mi lehet az oka. Ilyenkor egy kis zsebbikázó készüléket kell elővennünk, és arról el tudjuk indítani az autót. De ilyenkor, hogyha látjátok, hogy alacsony a feszültségszint, tehát 12 volt alatt van, akkor már nem érdemes elindítani sem a járművet. Tehát akkor rá se indítsatok, ha mondjuk egy benzines vagy dízel autóról van szó. Azt is láthatjátok egy elektromos autóba beülve, hogy ennek viszonylag alacsony a szintje, tehát ilyen 12,2-12,3, akkor tudjátok, hogy ma rá kellene tölteni az akkumulátorra. Vagy oda kell figyelni, hogy tegyétek töltőre az akkumulátort, és már gyengélkedik. 2-3 évent az elektromos autókban cserélni kell az akkumulátort, 12 voltos akkumulátort, és erre is egy jó megoldás lehet, hogy ezzel folyamatosan figyelemmel tudjátok kísérni, akár menet közben is, hogy hogyan alakul a feszültség szintje. Ott is, hogyha nagyon alacsony, tehát 12 volt alatti feszültségszint van, az akkumulátort ki kell venni belőle az autóból, vagy le kell kötni a sarokat, és fel kell tölteni egy külső áramforrással, vagy elektromos autónál is alkalmazhattok ilyen kis zsebbikázó készülékeket. Az jó, hogyha ott van az autóban. Én azt gondolom, hogy téli időszakban az jó jön egy benzines vagy dízel autónál is, meg jó jön egy villanyautónál is.
Nekem nagyon tetszik ez a kis eszköz, és majd kipróbálom azt is, hogy három készüléket tudok-e, három dolgot is tudok-e működtetni róla, mert ha igen, akkor az meg külön jó. Ki is próbáltam gyorsan, hogy lehet-e két telefont is tölteni két USB kábelen keresztül, és érdekes, hogy itt nem adott 13-14 wattnál többet le a készülék, tehát ennyivel tudtam tölteni, tehát valószínűleg csak itt az USB-C töltőn tudja 20 wattot, itt egyébként 13-14 watttal töltötte a telefonomat, most pedig bedugtam mind a két telefont, és most megosztja a kettő között az erőforrásokat, tehát most is 12-13 watttal tölti, de ugye egyik másik telefon, tehát ha két készülék van beledugva, akkor nem adódik össze, tehát nem lesz 12-12 watt és 24 watttal tölti, hanem megosztja a kettő között. Nos, a telefonok is, és minden eszköz általában maximum 1-2 ampert vesz fel. Általában, ha már izmosabb a készülékünk, akkor akár 2 amper is lehet. Ugye 2 amper 5 voltnál, az azt jelenti, hogy 10 watttal tudja tölteni a készülékünket. Viszont az én telefonom az akár 35 watttal is tudja, tehát ilyen ultragyors töltéssel tudja tölteni, csak valószínűleg ez egy ilyen speciális kábel, piros színű, éppen 14 watttal tölt egyébként. Tehát ha azt gondolnátok, hogy ez a 14-15 wattos töltés, ez kevés, akkor azt kell, hogy mondjam, hogy nem, mert ezek a készülékek általában 1 vagy 2 amperre vannak kalibrálva, és erre ennyivel tudjuk őket tölteni ilyen áramerősséggel. Jó, tehát ezt még érdemes így információként megjegyezni. A telefonoknak is, meg minden akkumulátornak az a jó, hogyha minél lassabban töltjük őket, tehát nem szabad ilyen ultragyors töltőkkel állandóan töltögetni. Sajnos a feleségem elég gyakran használja ezt, de erről szokjatok le, mert ezzel tönkretehetitek az akkumulátort. Úgyhogy örülök ennek a kis kütyűnek. A videó alatt ennek a kis szivargyújtó töltőnek a linkjét is megtaláljátok. Egy másik videóban pedig megtaláljátok ennek a jó kis fejlámpának a bemutatását, tesztjét is. Köszönöm a figyelmet, legyen szép napotok, sziasztok!